Sziasztok! A Magyar Honvédségnél jelenleg azt látom, hogyha bármilyen szakmád van, akár tök szakmád, akár több mindenhez értesz, szinte alig tudod valamire vinni egy szakaszvezetőre. Ha igazából semmi szakmád nincs, de van egy érettségid, és nem értesz semmihez, akkor már mondjuk egy altisztire tudod mondjuk a rangodat helyezni, mondjuk lehetsz egy törzsőrmester vagy főtörzsőrmester. Ha ugyanakkor tiszt akarsz lenni, akkor viszont elég egy virágkötői diploma, és már is semmiféle tudás nélkül lehetsz tartalékosként, avagy katonaként is hadnagy. Mindegy, hogy nem értesz semmihez, de ha van egy diplomád, azt nagyon értékelik. Tehát ezt én is jogtalannak tartom, de sajnos a mai rendszer így működik. Sehol máshol így nem működik, se a rendőrségnél, sem a büntetés végrehajtásnál, sőt, semmilyen országnál nem így működik, de sajnos nálunk így működik. Ez egy hibás rendszer. Tehát így alapozzatok a hadseregre. Sziasztok!